Sziasztok, köszöntök benneteket nagy szeretettel, nevem Szaszkó Csaba. És szeretnék nektek egy pici tájékoztatást, meg egy tájékoztatási pontot adni gyakorlatilag konkrétan áramszámla ügyében. Méghozzá abból az apropóval kifolyólag, hogy most derült ki, hogy minap jelentették be nem túl régen, hogy a rezsi csökkentést csökkenteni fogják. Hát ez azt jelenti, hogy a támogatások lényegében meg fognak részben szűnni. A lakosság számára is, ugye, ami már az általános egyéb gazdasági társaságok számára megszűnt, sőt már az önkormányzatok számára is, de most ugye előkerült, és porolni kell az államnak nyilván, ezért gyakorlatilag azt mondta, hogy a rezsicsökkentés csökkenti, viszont ugye nagyon sok számodra elhangzott, mind Németh Szilárd, mind a kormány, meg mindenféle orgánum részéről, hogy mennyiket kell fizetni, de még ugye nincs ez teljesen kidolgozva. Természetesen ez a fajta rezsicsökkentés is csak ilyen magyaros módon történik, tehát először benyomjuk a jogszabályt, utána meg majd utána fogunk tenni valamit, utána majd ráérünk kidolgozni. Én úgy tudom, hogy nagyon sokan ez miatt aggódnak, hogy mennyire fog változni például az áramára. Én ebben szeretnék egy picit tájékoztatást adni. Méghozzá azért, mert bármilyen furcsa, én Németországban élek, tehát azt jelenti, hogy Németországban fizetek villanyszámlát is például. Ugye ez azért érdekes, mert ugye itt aztán legkevésbé vállalható a rendszer a rezsicsökkentéssel, itt aztán nem nagyon szeretnek csökkenteni nagyjából semmit se, főleg ilyen jellegű kedvezményeket, mint a Magyarországon van, főleg nem adnak. Úgyhogy nyugodtan vegyük azt, hogy a német áramára az a piaci ár. De mielőtt nagyon belemennénk ebbe a dologba, hagyj mutassak nektek egy ábrát, méghozzá pont Németországgal kapcsolatban, ami azért érdekes egy picit, én szerintem legalábbis, mert elég jól mutatja azt, hogy 2012-13-ban vezették be Magyarországon a rezsicsökkentést. Itt eurocentbe látjátok az áram árát, és látjátok egészen 2022-ig él ez a történet. Most már nem igaz, mert most már ennél is magasabb, ugye? Meg fogjátok nem soká látni. De ha megnézitek, nagyon érdekes, hogy 2013, amikor a rezsicsökkentés nagyjából ugye elkezdett dübörögni, Magyarországon egyébként még ebben az időben ehhez a számhoz képest ilyen 15-16 cent volt az áramára. Csak hogy tudjátok a viszonyítást, itt Németországban akkor 28. És ha megnézitek, itt nagyon sokáig ott eltelik szinte 7 év, amikor éppen alig mozog az áramára. Tehát amikor titeket megvettek a rezsi változásától, pontosan az áramárnak a változásától, hát akkor valami ilyen görbét lehet elképzelni, ettől védtek meg benneteket nagyjából. Hol olcsóbb volt, hol drágább, de ezek nagyon elenyésző mennyiségű volt a különbség ebben a terminusban. Aztán persze 21-ben ugye Covid hadszert kilőtt, mint a rakéta, most a háború miatt meg aztán főleg. De nem is szaporítom tovább ebben, itt elég jól lehet látni azt, hogy az egyébként abban az ominózus politikai rezsicsökkentésben, mert ez csak egy politikai termék, tulajdonképpen hát igen jó kihasználták azt, hogy az áramára lében nem változott tulajdonképpen jelentős mértékben. De menjünk is tovább, mert szerintem nem ezt akarjátok látni. Méghozzá oly módon, hogy mutatom nektek, ami nagyon fontos volt, elnézést, de közben szeretném nektek mondani, hogy a Németh Szilárd a kormányinfón közölte, hogy ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor a villanyszámla az átlagfogyasztónál 7750 forint helyett 53000 forint lenne. Na most ez azért érdekes, mert ugye feltételezzük azt, és akkor itt már kapcsolom is be nektek azt az oldalt, konkrétan az MVM-nek, a Magyar Nyilasműnek az oldalát, ami egy áramdíj kalkulátor. Itt ugye nagyon szépen le vannak írva, hogy a fogyasztási helyek szempontjából mennyi kilovattórát lehet használni egy háztartásnak havonta. Hát szólok, ez azért eléggé karcsúra van itt húzva azért. Szóval egy négyfős háztartása 230 kilowatt per órájával az azért elég vékony. Mondom ezt annak fényegében, hogy miután ugye otthon Magyarországon gyakorlatilag előkerültek a villanyszámlák, így mi is elővettük, kedvesen sugallattal, és kérdezik, hogy mi 4200 kW-ot fogyasztunk egy évben, az azt jelenti, hogy 350-et havonta. Egy négyfős családról beszélünk, tehát lényegében, hát ezt lényegesen meghaladjuk, mint itt a kalkulátornak itt a bemutatójában van, de ne is foglalkozunk ezzel tovább. Menjünk tovább. Tehát azt mondtuk, hogy egy 210 kW per órát gyakorlatilag célzunk meg havonta, megmondom miért, mert azt mondja, hogy a kormányinfón elhangzottak alapján a fogyasztási határok, ameddig még a csökkent rezsiár érvényes augusztus 1-től, az 210 kW
per hó éves szinten 2523 kW energiafogyasztásig. Ez ugye villanyáramnál van, a gáz nem mondom, mert ahol nem foglalkozunk. Tehát azért írtam ide a 210-et, mert ugye ezt veszi kvázi átlagosnak, amit lényegében mindenki, én az én értelmezésem szerint meg fog kapni tulajdonképpen rezsicsökkentést. Tehát van egy limit, ezt mindenki megkapja. Mindenki eddig az elfogyasztott köbméterig fog kvázi csökkentett díjat fizetni, és az ezen fölül keletkezőt fogja majd pluszként fizetni ugye be az államháztartásnak lényegében, mert ugye kell a hiteleknek a finanszírozására, vagy az állam finanszírozására. De nézzük csak tovább, 210 kW per órát, ha akarunk ma venni, hát mi az MVM-től, akkor fizetünk érte, már gurítom is ide, 7844 forintot. Ezért a 210 kW-ért. Itt ugye Szilárd Unker azt mondta, hogy ez 7750, de semmi gond, de nincs is probléma. Ő szerinte ez, hogyha nem lenne rezsicsökkentés, akkor 53000 forintot kéne fizetni. Szóval akkor most jön az a pillanat, mikor egy picit eljövünk ide Németországba. Ugyanis itt van egy olyan oldal, Czech24, amely, vagy Czech24, amelyiknél gyakorlatilag te beütött, hogy hány kilowattot fogyasztasz évente, és ő ugye ad egy ad ajánlatokat tulajdonképpen különböző cégektől, különböző szolgáltatóktól. Ami nagyon érdekes, hogy itt például kvázi Baden-Württemberg az állami szolgáltatótól, az NVV-től nem lehet ajánlatot kapni, blokkolva van az egész dolog náluk. Ennél az E-Primo nevű cégnél lehet, elvileg ez a legolcsóbb és a legkedvezőbb volt. Ma máson ez is elment piaci árba, mi is őtőlük vesszük kvázi az áramot, bár az itt feltüntetett árhoz képest a feléért, ami különösen akkor érdekes, mikor májusban, idén májusban kötöttünk egy szerződést, és lényegben a mostani piaci ár feléért kötöttük, úgyhogy 12 hónap árgarancia van rá. Tehát 12 hónapig ez nem fog változni, majd csak utána, hát bízunk benne, hogy utána valamilyen szinten kedvezőbbé válik a történet, de nézzük, csak itt miről van szó? Arról van szó, hogy itt láthatjátok azt, nem akarok, akinek van kedve, az nézegesse, hát ha segít neki, 2520 kW per órát, itt látjátok, 96,51 euró lehet megvenni gyakorlatilag most pillanatnyilag itt Németországban. Tehát az azt jelenteni, hogy a 96,51 euró, például ha felírtam valahova, akkor azt mondja, hogy 96,51 euró. Tehát mindezért az villanyáramért itt Németországban 38.451 forintot kellene fizetni. Tehát amiért Magyarországon valaki eddig fizetett 7844 forintot, azért Németországban 38.451 forintot kell fizetni. Tehát az a piaci ár, az a valódi piaci ár, tehát ez valóban nagyon magas úgy, ahogy van. Nagyon nagy a változás. Ugye ez a baj, nagyon régen befogyasztották ennek az árát, és azt mondja, hogy pici mértékben sem tükrözött semmit, tehát nem ment árváltozás fölfele, ezért azt jelenti, hogy most iszonyatosan nagy a különbség. Tehát, hogyha valaki eddig fizetett ugye 7844 forintot, azt ha simán kiraknák a szabad piacra, amit ugye most otthon is mondanak, 38.451 forintot kéne fizetni, na az persze nem 55.000, meg nem 51.000, mint ahogy német Rezsi Szilárd mondta. Tehát azért majd adjunk abba, hogy azért az dimenziójában azért, tehát 10.000 forint ide vagy oda szerintem számít, ő szerintem meg nem, ennyit a pontosságról vagy pontatlanságról. De menjünk is csak tovább, mert ugyanis a lényeges rész az volna, hogy visszamegyünk megint MVM-hez, és vissza fogunk menni ugye egy négyfős háztartáshoz. Azért a négyfős háztartáshoz, mert ugye mi ebbe vagyunk, tehát ennek tudom, hogy 4200 kW per óra az éves fogyasztása, ez havonta 350 kW per órát ugye eredményezne önmagába véve. MVM-es kalkulátor, ugye Magyarországon ezért a 350 kW-ért jelen pillanatban fizet a kedves fogyasztó 13.067 forintot. Hát megcsikarná magát itt a német, ha annyit kéne fizetni érte. Szóval nagyon örülne neki. De szerintem a világon nagyon sokan örülnének, ha ennyi villanyszámlát kéne fizetni, de az a jó hír, hogy amit most itt ti nem fizettek ki Magyarországon, azt viszont az adóitokba kifizetik egyébként. Mert hát valakinek ezt ki kell fizetni, az államnak kell kifizetni, az államot meg kitartjátok fönt az adótokból és a járulékaitokból, tehát lényegben így is úgy is ti fizetitek, de az a szerencsés helyzet van, hogy itt nem látjátok ezt a fajta
pénzköltés tulajdonképpen, és így van egy elégedettség bennetek, hogy milyen olcsó az áram, nem igaz, kifizetitek csak más módon, de nem is ez a lényeg, hanem így gyakorlatilag, mint a jó világ megszűnik, ugye a 350 euró, 350 kilowatt, ugye családi fogyasztásnak mondanám, ez gyakorlatilag ugye most már jövőben nem 13.067 forint lenne, hanem magasabb. És akkor itt jön elő a papír, amit elkezdtem fölírni, ugyanis 2520 kilowattot, ugye azt az alapot, azt meg tudjátok venni 7844 forintért. Ez ideig stim. Na most a kettő között ugye viszont van egy különbség. A különbség gyakorlatilag ugye a 350 és a 210 között 140 kW havonta. És akkor itt jön bele igazából mi a valódi piaci ár. Vissza fogunk menni ide erre az oldalra, hogy a valódi piaci ár igazából újjáépül föl, hogy egyrészt a németeknél konkrétan van egy 94,82 € éves díj, ez a Grundpreis, ez gyakorlatilag ilyen hálózathasználati díjnak mondanám leginkább, ebbe kábel vezeték, villanyóra, ilyen költségek vannak benne, ennek jelenleg éves, ezt így éves szinten is megadják gyakorlatilag, nyilván lebontva hónapra ott mellette, és van mellette egy Arbeitspreis. Az Arbeitspreis az lényegében tulajdonképpen a villanyáram valódi ára, amennyit kilowattonként kell fizetni. És itt van az, amiért igazából ez a videó elkészült, hogy az 49,77 század cent, ami jelen pillanatban magyar forintban 195 forint. Tehát aki eddig a videónézés bejutott, na annak most itt a lényeg. Tehát minden kilowatt óra, amit nem kedvezményes díjtétellel fizettek, azt én azt mondom, hogy a legjobb, hogyha ezt az összeget veszitek. Mert ha ezt veszitek, és ennél olcsóbbat kell majd fizetni, akár augusztus 1-től, vagy szeptember 1-től, akkor az jó. Viszont így lehet a legkevésbé megcsalódni. Ugyanis, hogyha ennél az árnál biztos nem lesz magasabb, mert ez a német ár. Tehát, hogy ez a németországi ár, azért mondom, ez bárki, aki esetleg gondolja, nyugodtan lehet keresni az oldal élőt, tehát igazából ezt meg lehet nézni bárkinek bármikor. Tehát lényegében azzal kellene kalkulálnotok, hogy 190, a jelenlegi ugye euróárral számolva, ami ugye most a 400 forint plusz-minusz, most éppen 400 alatt is volt már talán ma, evel kellene kalkulálni, és így tudjátok kiszámolni a valódi állat, ami megmondom őszintén elég lesújtó lesz, szerintem nagyon sok embernek, mert ha úgy nézed, hogy van itt, amit láttok mellettem, ugye itt 4200 kW per óra, és akkor te ebből tulajdonképpen, itt látható, az a 350 kW per óra havonta. Tehát lényegében ez is egy nagyon bonyolult lesz, de most külön grafikát nem tudtam ez igazából készíteni, hogyha te fizetsz egyszer 7844 forintot, ezért a 2520 kW-ért, amit ugye kedvezményesen kapsz, és még van plusz fogyasztásod, ami ugye azt mondtam nektek, hogy 140 kW, havonta, azt megszorozom 195 forinttal, kijön a 27.300 forint. Tehát a 7.844, ugye az a kedvezményes díj, plusz 27.300, az az extra fogyasztásnak nevezető, az a plusz fogyasztás, összesen ez 35.144 forint. Tehát addig a pillanatig, amíg te fizettél, a családi, mondjuk nevezzük így családi, négy fős háztartásodba eddig fizettél 13.000 forintot, mint villanyszámlát, te innentől kezdve, mondjuk augusztus vagy szeptember 1-től, legrosszabb esetben mondjuk, fizetsz 35.144 forintot, ami ha megnézzük, az nagyon sok. Nem föltétlen, tehát a dimenziója sok, ugye. Tehát lényegében nagyon meg fognak nőni a költségei. Ugye hát nyilván én feltételezem egyébként, nagyon sok esetben ne felejtjétek el, hogy azért a bérek is azért jelentősen nőttek, a bruttók legalábbis, aztán a nettók azok már más történetek, mert adózás tekintetében egyébként majdnem ott van Magyarország, ahol Németország, csak nem úgy és nem ott látszik, ahol kéne, de egyébként ugyanannyi levonás van magyar bérekből is.
szinte mint a német bérekből. Csak az a különbség, hogy mi mindig a német bérszínvonalat ugye nem tudja a magyar elérni messze. Tehát lényegében, ha ti bementek a boltba Magyarországon, akkor én már ugyanannyira vásároltok majdnem, mint mi Németországban. Tehát én erre csináltam Kovában már egy-két videót, mert futottam ugye a német paprikás krumplinak, hogyha itt elállítottuk volna meg Magyarországon, akkor majdnem ugyanazon az áron adhatóan ki a történet. Túl azon, hogy nyilván a vérzések azért teljesen mások. Szerencsére. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ezekre az összegre számítsatok, ami még nagyon fontos, hogy ugye nézzétek itt mellettem ugye a 13.067 forintot fizetnéd Magyarországon, fizetted eddig, de ha piaci áron kellett volna ezt megvenned, ugyanezt az árammennyiséget, akkor ezért 166,93 € kéne most fizetned, ami az azt jelenti, hogy pillanat, csak valahol elvesztettem a számológépet, és nem fogom tudni, 166,93 € az azt jelenti, hogy 66.508 forint. Tehát a német áram ára 66.508 forint, amiért Magyarországon a múlt hónapban még 13.067 forintot fizettél, vagy fizettetek. Tehát igen, valóban ötszörös, hatszoros árakkal is nyugodtan, és hát díjtételekkel lehet igazából gondoskodni és gondolkodni. Úgyhogy igazából nagyon szépen köszönöm a türelmeteket, ha ezt a videót megnéztétek. Remélem tudtam segíteni, és nem voltam túl bonyolult. Annyit kellene csak igazából az egészből megjegyezni, hogy 49,67 cent per kilowattóra, azaz a mai napon ugye 195 forint. Tehát nagyjából ez az, amit kilowattóránként rá kéne vastagon számolni, és akkor ennél feltételezhetően kevesebbet kell majd fizetnetek kilowattóránként, úgy legyen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jó pihenést nektek, sziasztok!